Napjaink hálózatának a méretezése, illetve a kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a koncentrált, főként nagy teljesítményű erőművekből az energiát elszállítsa a fogyasztók irányában. Napjaink ma a szolár és a szélerőmű rendszerek terjedésével ez megváltozott. Ezek az új rendszerek, új energiatermelő rendszerek már jóval kisebb kapacitásúak, jóval nagyobb számban és elszórtan helyezkednek el a hálózatunkon, ezzel felborítva az eddig megszokott energiaáramlást és feszültségviszonyokat. Tehát ezt az új helyzetet nekünk kezelni kell. Magyarországon, Európában egyedülálló módon a szabályozás engedélyezi a hálózati energiatárolók alkalmazását. Ezt az engedélyt kihasználva telepítettük az országban az első hálózati tárolót levelek településre. Itt levelek település szélén egy meglévő 12 kW-os szolár termelési kapacitás mellé további 20 kW-os kapacitási igénnyel jelentkezett a fogyasztó, amelynek a csatlakoztatása már komoly hálózati feszültség problémákat eredményezett volna. A tároló viszont nagyon jó lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy innovatív, újszerű módon oldjuk meg ezt a hálózati problémát. A fogyasztást és a terhelés szinkronba tudjuk hozni, ezt oldja meg számunkra az energiatároló berendezés. A tároló működésének a lényege, hogy amikor a termelés beindul, és nincs fogyasztás, akkor a gyakorlatilag felesleges energiát eltárolja egy későbbi felhasználásra.